Ez a Pápavárosi Televízió híradója kedden, köszöntöm nézőinket! Az IGAL lakótelep rendezési tervének elkészítése és lakossággal való egyeztetése után a közelmúltban megkezdődött a tervek kivitelezése. A munkálatok favágással kezdődtek, a lakótelepen 25 nyárfát vágnak ki összesen, tavasszal pedig legalább ennyit ültetnek majd. Feladatok felmérése, tervkészítés, lakossági konzultáció. Ezek a folyamatok előzték meg az IGAL lakótelep komplex rendezésének megkezdését. Az elmúlt időszakban sikerült a lakosság egy olyan konzultációt tartani, ami alapján meghatározták a sürgős feladatokat. Ezek a feladatok, amelyek benn voltak ennek a rendezési tervében a területnek, ezeknek megvan a feltétele ahhoz, hogy el lehessen végezni a munkákat. A fáknak a kivágásával kezdtünk, mivel hogy a járdát és az utakat olyan módon károsítják, hogy felemelik a burkolatot, és ezek az allergiát okozó nyárfák, tehát mindenképpen szükséges az eltávolítása. Az igali nyárfák kivágását a múlt héten megkezdték a városgondnokság szakemberei. Eddig összesen 10 fát vágtak ki az út melletti területen, és még 15-öt távolítanak el a közeljövőben. Allergiát okoz az itt lakótelepen élő emberek számára. Egyrészt, másrészt pedig itt az igalút 8-12-es lépcsőháznál lévő nyárfák folyamatos károkat okoztak az épület újonnan felújított homlokzatában, és ezért távolítjuk el őket. A tavasz folyamán megtörténik a tuskózás, azokat eltávolítjuk, és utána pedig hozzuk az új fákat. Nem ilyen nagy fák, 8-10 méter maximális koronamagasságú fákat próbálunk keríteni. Azokból is legalább 25-öt, erősítette meg a Városgondnokság kommunális csoportvezetője a fák pótlását. Az igali munkálatok a favágás elvégzése után folytatódnak. Megépül a parkoló, amire az ember az évi költségvetésben fedezett van, és a volt 80-as úton áthaladó gyalogátkerés, forgalomlassító, és a lakótelepet ezzel az átkerővel összekötő járdaszakasz fog elkészülni az első ütemben. A tervek a csapadékvizek elvezetésének megoldását is tartalmazzák. Ennek keretében elsőként a tapolca medret takarították ki a lakótelepnél. Tudtuk meg Zsegraics Gyulától, a Városrész önkormányzati képviselőjétől. A helyi gazdaság erősödésére vonatkozó polgármesteri sajtótájékoztatóra reagált tegnap az MSZP helyi elnöke. Gröber Attila szerint az akkor felsorolt mutatókból nem állapítható meg a gazdaság növekedése. A szocialisták helyi elnöke azt mondta, még a vitát is vállalja, hogy álláspontját megvédje. Az MSZP helyi elnöke szerint a helyi gazdaság folyamatos erősödésére nem lehet következtetni az adóbevallást benyújtók számának növekedéséből, a vásárlóerő javulásából, illetve a munkanélküliségi ráta csökkenéséből. A gazdaság erősödését, a növekedést a számokkal szokás alátámasztani. Meg kell mondani, hogy a gazdaság nőtt 1-2-3-4%. Akkor én most szeretném tudni, hogy mennyi ez a növekedés. Kérdéseket is megfogalmazott az MSZP helyi elnöke, ezek a következők voltak. Mennyi új munkahelyet teremtett a pápai gazdaság az elmúlt években? Ma december 8-a van. Ma reggel 10 órakor Pápán hány közfoglalkozót alkalmaztak? Ezeket milyen hosszú időre és mennyi bérért? Milyen módszerrel számolják ki pápai gazdaság erősödését? Tényleg büszkék vagyunk-e arra, hogy 10 járásból a pápai járás a vásárlő paritáson a 8. Alátámasztja a helyi gazdaság növekedését az önkormányzat rész vagy többségi tulajdonában lévő cégek gazdasági eredménye. Miért van szükség arra a 82 millió forintos garázsadóra, ha dübörög a pápai gazdaság? A sajtótájékoztatón azzal a javaslattal élt Gröber Attila, hogy a pápai önkormányzati képviselőkkel egyháztartásban élő családtagok vagyonnyilatkozatába is bele lehessen tekinteni. Az MSZP helyi elnöke arról is tájékoztatott, hogy ezen a héten még várják az adományokat jótékonysági akciójukra. A felajánlásokat a Máltai Szeretett Szolgálatnak fogják átadni, hogy a szervezet juttassa el azokat a rászorulókhoz. Az örökségtár adatbázisába kerültek a pápai német nemzetiségi önkormányzat idei rendezvényei, derült ki a testület mai ülésén.
A PNN idei utolsó összejövetelén döntöttek a vagyongazdálkodásról, szó esett a pénteki adventi hangversenyről, és beszéltek a jövő évi tervekről is. A vagyongazdálkodási szabályzat elfogadásával zárta az esztendőt a pápai német nemzetiségi önkormányzat. Az év utolsó ülésén a tagok döntöttek még arról, hogy 2015-ben nem vesznek részt az örökségtár adatbázis gyűjtésében, de 2016-ban újra bekapcsolódnak a programba. A PNNÖ, a Pápavárosi Televízió és a Pápama segítségével CD-re írt éves programokat küldt el 2012 óta az Országos Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ez nekünk azért is jó, mert a nemzetiségi iskolák fel tudják használni ezeket az anyagokat, illetve a feladat alapú támogatásban ez nekünk a pontozásban pontot jelent, és ez a pont ez aztán forintosítva is van. De hát a legfontosabb az, hogy a programjaink, a megmozdulásaink aztán az iskoláknak segítséget nyújtanak a nemzetiségi oktatásban. A jövő évben még a szokásos rendezvényekkel készül a PNNÖ, 2016-tól pedig tervezik, hogy színesebbé teszik programjaikat. A németek II. Világháború utáni kitelepítése kapcsán szeretnének egy nagyobb szabású megmozdulást szervezni a városban. Az önkormányzata vegyes ügyek között a pénteki évzáró programjáról is tárgyalt. December 12-én 17 órakor a Szent József kápolnában adventi hangversenyt szerveznek. A pápai Vajda lakótelepi nemzetiségi csoport vesz részt, a Munkácsi Mihály Általános Iskola nemzetiségi tagozata a műsoraikkal, a Gannai Asszony kórus, és még a Nagyteveli Német Nemzetiségi Kórus lesz az idén a fellépő. Szeretnénk egy kicsit hozzájárulni mindenkinek a lelki feltöltődéshez az adventi időszakban. A nemzetiségi önkormányzat a koncert után szeretett vendégségre várja a résztvevőket, hogy étellel, itallal és jóízű beszélgetéssel zárják a 2014-es esztendőt. A Városi Sportcsarnok adott otthont a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont szervezésében megvalósult 25 órás táncmaratonnak október 25-26-án. A nagyszabású rendezvényen 1500 perc alatt 46 táncstílust láthatott a nagy érdemű. A maratoni vállalkozást pedig a Magyar Rekord Egyesület is hitelesítette. A fellépő egyesületek, csoportok képviselői a Városházán vehették át a részvételt igazoló díszoklevelüket. Október 26-án valamivel este 8 óra után készültek ezek a felvételek. Ekkor már a 24. órát lezáró, közös koreográfiának tapsolhatott a több száz néző. Majd a közel 500 táncos közösen számolta vissza az utolsó másodperceket. A sikeres rekordkísérletet a Magyar Rekord Egyesület elnöke is hitelesítette, ami azt jelentette, hogy a pápaiak nevéhez fűződik a folyamatosan bemutatott legtöbb tánc mennyiségi rekordja, ugyanis 1500 perc alatt 46 fajta tánc jelent meg a sportcsarnok színpadán. A résztvevő képviselői hétfőn vehették át díszokleveleiket. Az eseményen dr. Balogné Uracs Marianna, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont igazgatója úgy fogalmazott: a táncmaraton igazi közösségi élményt adott mindenkinek. Talán azt hiszem egyikünk sem fogja elfelejteni azt a hosszú napot, azt a 25 órás napot, amikor több száz táncos, hiszen több mint 20 csoport, több mint 500 résztvevőjéről van szó. Tehát azt a hosszú napot, amikor ezt a 25 órát ki kellett töltenetek tánccal, mozgással, és akik részt vehettek ebben a rendezvényben, azok tanúsíthatják, hogy nagyon jó hangulatban és nagyon igazi közösségi élményt adott számunkra ez a rendezvény, úgyhogy szeretném ezt külön megköszönni mindegyik őtöknek. Az elismeréseket dr. Áldozó Tamás adta át. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az egyesületek, csoportok közötti együttműködés hosszú távú lesz. Azt remélem, hogy a csoportok közötti együttműködés elvezet még odáig, hogy sok olyan produkció lesz, ahol többen együtt tudnak majd dolgozni. Nem riválisok vannak ezen a területen, hanem inkább egymás segítő, egymás támogató közösségek. Szerezzenek még nagyon sok sikerélményt a csoportjaikban, a tánccal, mozgással foglalkozó tagoknak, fiataloknak, és természetesen maguknak is, mert ezzel az egész város visz előre, úgyhogy nagy tisztelettel még egyszer gratulálok valamennyiüknek. A díszoklevél átadó közös koccintással zárult, melyen felelevenítették a táncbemutató legemlékezetesebb pillanatait. Egy válogatás kötettel járul hozzá a város 800 éves jubileumának ünnepéhez a Nyugdíjas Egyesület irodalmi önképzőköre.
versek, novellák, pápai történetek olvashatók a kiadványban, melynek bemutatóját a Pedagógus Művelődési Házban tartották. Az ünnepi könyvbemutató kísérő rendezvénye Bányászné Jasper Anna tárlat megnyitója volt. A Lírai sorok pápáról című kötet Pápaváros önkormányzatának és jó néhány magánszemély adományának köszönhetően jelent meg. A válogatás könyvben olvasható versek és prózák irodalmi eszközökkel fejezik ki, mutatják be a pápaiak lelkét, gondolatait, a város szellemi örökségét, mondta Rádi Róbert kabinetvezető köszöntő beszédében. Fontos az a szellemiség, ami ebben a városban él. Ami minket, pápaiakat ennyi idő után, ilyen számban, ahogy ma élünk, képes volt megtartani. Kozma Andortól tehát az 1800-as évek második felétől napjainkig ível a válogatás anyaga. Csóri Sándor, dr. Kőrös Endre, Váli Mari, Rab Zsuzsa, Hámori András, Pétófei Vali, csak néhány név a szerzők sorából. Az irodalmi kincsekből a Nyugdíjas Egyesület irodalmi önképzőkörének tagjai válogattak. Azt gondoltuk, hogy a 800. évfordulóját ünneplő várost fogjuk köszönteni ezzel a könyvvel, és másfél száz, 200 évvel ezelőttről kezdtük a gyűjtögetést, mert nagyon gazdag a pápáról szóló irodalom. A könyvbemutatóhoz kísérő rendezvényként kapcsolódott Bányászné Jasper Anna kiállítása. A Nyugdíjas Egyesület tagjának ez az első önálló tárlata. Hangulatos tájképeihez, csendéleteihez sokan gratuláltak. Az autodidakta alkotó elmondta, hogy számára hobbi a festés, a rajzolás, és azt is elmagyarázta, hogy képein miért nem jelenik meg az ember a természetben. Van egy magány, amire vágyik az ember, egy olyan magány, hogy én magam vagyok ott, meg magam az a természet, amit én csodálok, az enyém. És ha lefestem, akkor másé is, mert én szememmel látják azt, amit én akkor mondjuk éreztem is, meg láttam is. Bányászné Jasper Anna kiállítása 2015. január végéig látható a Pedagógus Művelődési Házban. Tegnap, azaz december 8-án volt 3 éve, hogy megszólalt pápán a Mária Rádió. Ez alkalomból tartottak hálaadó szentmisét szombaton este a Szent József kápolnában. A jubileumi alkalmat a médium pápai lelki vezetője Salgó Ferenc kanonok plébános celebrálta. A Mária Rádió pápai adása a 90,8 MHz-es frekvencián fogható, minden nap délután 4-től este 8-ig. 21 évvel ezelőtt alakult meg Olaszországban a Mária Rádió, azóta világrádióvá nőtte ki magát, 61 országban hirdeti Isten igéjét, Törökország lesz a 62., ahol hamarosan megszólalhatnak adásai. A Mária Rádió egy különleges médium, jellegzetessége abban áll, hogy önkéntességen alapul. Magyarországon 700-nál is több önkéntes dolgozik napról napra azon, hogy megszólaljanak az adások. Az önkéntes munka a Mária Rádióban 3 részre tagolódik. Vannak, akik a promóciós munkában, a folyóirat terjesztésben vesznek részt. Mások a technikai hátteret biztosítják, és vannak olyanok is, akik az adásokat készítik. Az újságterjesztésben sokan vannak, hiszen nagyon sok vidéki faluban mindegy 40-50 helyre osszuk szét ezt az újságot, és szinte minden falunak saját önkéntese van, aki a Takácsné Gabi önkéntes társunk vezetésével ezeket az újságokat szépen eljuttatja a hallgatókhoz, az érdeklődőkhöz. A technikai oldalon olyan 6 vagyunk szerintem, akik konkrétan a technikai hátteret, a számítógépeket, illetve a szoftverek beállításait, ellenőrzését végezzük. A napi adáshoz, vagy a heti adáshoz pedig olyan 10-15 önkéntes társunk járul hozzá. Kiváló helyen áll a Mária Rádió országos hálózatában a pápai szerkesztőség. Ezt Fábián József, országos koordinátor árulta el nekünk. A Mária Rádió 3 éve indult először Ajkán, Veszprémben és harmadikként Pápán. Úgy hiszem, hogy az elmúlt 3 év teljesítmény alapján mondhatjuk, hogy a 8 stúdión közül a pápa dobogós mindenképpen. Ez értendő a munka minőségében, a munka mennyiségében, illetve hát az adományozást mi tudjuk mérni, tehát a stúdió teljesítménye az exakt módon így mérhető. A Mária Rádió küldetése az evangelizáció. Krisztus igéjét hirdeti minden adásával a médium.
A rádió a 90,8 MHz-es frekvencián fogható Pápán és a környékbeli településeken. A pápai és az országos adások azonban az interneten is meghallgathatók és visszakereshetők a papa.mariaradio.hu weboldalon. Nyilvános presbiteri gyűlés keretében iktatták be hivatalába Szakács Gergelyt. A pápai református gyülekezet második megválasztott lelkipásztora 10 éve szolgál pápán Márkus Mihály mellett. Beiktatásán részt vettek az egyházkerület vezetői, lelkészei, presbiterei, a testvérfelekezetek és a város képviselői is. Kedves lelkipásztor testvérem, az Atya, Fiú és a Szentlélek Istennek nevében beiktattak téged a pápai református szentgyülekezet lelkipásztori tisztébe. Lentulai Attila esperes olvasta fel a beiktatási szöveget az ünnepi istentiszteleten. Pápa több száz esztendő óta két lelkészes gyülekezet, de 12 évvel ezelőtt, amikor Márkus Mihály lett itt a választott lelkész, kezdetben egyedül szolgált. 10 éve azonban munkáját segíti Szakács Gergely, akit most választott meg a gyülekezet. A feladatok pontos elosztása a beiktatás után történik meg, de a fiatal lelkész elmondta, hogy leginkább kis csoportokkal szeret foglalkozni. Ott lehet talán legmélyebben beszélni a Szentírásról, és meg ott tudjuk nagyon jól a saját életünket is megosztani egymással, meg a saját tapasztalatainkat behozni. Illetve az a tapasztalatom, hogy a leginkább úgy tudunk tanulni, amikor kevesen vagyunk. A legjobb az a tanítvány és a mester kapcsolata, de akkor, amikor mondjuk vagyunk egy 5-8 fős kis csoportban, ott is nagyon jól tudjuk egymást támogatni, segíteni, egymás élettapasztalatait megosztani, és akkor így egymás hitét építeni. A Pápai Református Egyházmegye második megválasztott lelkipásztorát az ünnepi istentiszteleten köszöntötték egyházkerületi, egyházmegyei vezetők, lelkésztársak, a testvérfelekezetek képviselői, a város nevében pedig dr. Áldozó Tamás polgármester üdvözölte a frissen beiktatott lelkészt. Kérdesse a békét és az egyetértést, és ettől legyen erős reformátusok pápai közössége. Legyen erős a pápai reformátusok közössége, legyen erős a városban a béke és az egyetértés, és a sok erős közösségtől, az egyetértéstől és a békességtől lesz erős a város. És sok erős városban, és sok béke és egyetértés van erős ország. Az ünnepi Isten tiszteleten Szakács Gergely hirdetett igét. A lelkész kérdésünkre elmondta, nagyon örül, hogy a gyülekezet befogadta, s ő is nagyon jól érzi itt magát pápán. Igen, úgy érzem, hogy a helyemben vagyok. Igazság szerint ez a megválasztás, illetve ez a beiktatási ünnepség is azt erősíti bennem, hogy a gyülekezet is szeretné, hogyha hosszabb távon maradnék és szolgálnék itt közöttük, illetve hogy Istennek is ez az akarata. Holnap is az évszaknak megfelelő idő várható. A részleteket néhány másodperc múlva hallhatják. A Dunántúl északi felén és a főváros környékén vékonyodik, többfelé felszakadozik a felhőzet szerdán. Másút estig általában zárt marad a felhőtakaró. Délután főleg a keleti határvidéken várható kisebb eső, estétől havas eső, esetleg hó. Az északi-északkeleti szél elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és keleten többfelé megerősödik, egy-két helyen akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul, késő este pedig -1 és +4 fok közé hűl le a levegő. Kedves nézőink, ez volt a Híradó kedden. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!